Említettem nektek korábban, amikor a tanítványság témával foglalkoztunk, néhány hónappal ezelőtt. Az első fejezet elérhető a YouTube csatornánkon. És akkor ezt folytatnánk ezen a mai találkozáson, és még lesz egy vagy két fejezet a témával kapcsolatosan. Lapozzatok kérlek a Bibliáitokban a Korintusiakhoz írt első levélhez, méghozzá ott a harmadik fejezethez, 1 Korintus 3, a harmadik részt egészen fogjuk olvasni, helyeteken ülve kövessétek majd a Bibliáitokban. Tehát Pál apostol a korintusi gyülekezethez írott első levelének harmadik fejezetét mind a 23 versével fogom olvasni. A témánk tehát tanítványság szeretettel. 1 Korintus 3.1-től. Én tehát testvéreim nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelkiekhez, azaz szellemiekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint a Krisztusban kiskorúakhoz. Telje tápláltalak titeket nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna el. Sőt, még most sem bírjátok el, mert még testiek vagytok. Amikor ugyanis irítség és viszálykodáson közöttetek, nem testiek vagytok-e, és nem emberi módon viselkedtek-e? Ha az egyik ezt mondja, én Páli vagyok, a másik pedig azt, én Apollósi, nem emberi módon beszéltek-e? Hát ki az az Apollós és ki az a Pál? Szolgák csupán, akik által hívőkké lettetek, mégpedig ki úgy szolgál, ahogyan megadta neki az Úr. Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak az Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet és aki öntöz, egyek, és mindegyik majd a maga jutalmát kapja fáradozásához méltóan. Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá. Mert más alapot senki sem vetett a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Az pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz, és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni. De valakinek a munkája megég, kárt val. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten szent lelke bennetek lakik? Ha valaki az Isten templomát megrontja, azt megrontja Isten, mert az Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok. Senki meg ne csalja önmagát. Ha valaki bölcsnek gondolja magát közöttetek ebben a világban, legyen bolondá, hogy bölcsé lehessen. E világ bölcsessége ugyanis bolondság az Isten előtt, mert megvan írva, megfogja a bölcseket ravasságukban. Aztán ez is, az Úr tudja, hogy a bölcsek gondolatai hiába valók. Azért senki ne dicsekedjék emberekkel, mert minden a tietek, akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás, akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelenvalók, akár az eljövendők, minden a tietek. Ti viszont Krisztusé vagytok. Krisztus pedig Istené. Amen. Eddig Isten drága igéje. Gazdag kijelentés, amivel találkozunk itt a korintusi levélben is. Ebből azt gondolom, hogy egy dolog bizonyára leszűrődhet bennünk, hogy a szellemi életben, a lelki életben van növekedés. És ennek a növekedésnek van folyamata. A felolvasott szakasz tanúsága szerint azt mondja az apostol, hogy megkezdődik az élet egy ilyen lelki, élményszerű életben. Amikor az élmények, a lelki dolgokkal indul meg, nagyon jó, eufórikus, megtér valaki, szuper, csodálatos, új világ, új emberek, szeretettel fogadnak a gyülekezetben, hát nekem szól az ige, olyan jó a zene, ez a romantikus korszak. Aztán jön a megpróbáltatás ideje, amikor valaki vagy megedződik, vagy elkezd másokat kritizálni. Azért vagyok rosszul, mert nem jó a prédikáció. Azért nem megyek előre, mert ilyen meg olyan. Azért nem megyek oda meg amoda, mert így meg úgy meg amúgy. És elkezdődnek megterhelődni szívek és bedugulni kapcsolatok. Testvér és testvér között elkezdődnek
bizalmatlanná válni a viszonyok. És bizonyos erőforrásoktól ezáltal az ember megfosztja saját magát. Nem megy el a közösségi alkalmaira, mert ő duzzog, mert ő elképzelt valamit. És testi módon reagálja a dolgokat, és nem él azokkal az erőforrásokkal, amelyet Jézus Krisztus az ő épülésére adott. Azt mondtam valakinek nemrég, aki azért, mert rosszul volt, nem ment el egy közösségi alkalomra. Mondom, figyelj ide, mit szoktál csinálni, ha lemerülőben van a telefonod? Hát feldugod a töltőre, nem? És ha lemerülőben van a szemléleted, akkor azzal bünteted saját magadat, hogy jó messzire megy a töltőtől? Mennyire lelki hozzáállás ez, ugye? Mennyire nem szellemi, nem az Isten igéje szerint való szentlélektől való megértésből fakad. Tehát a szellemi lelki életben folyamatokról beszélünk, növekedési folyamatokról beszélünk, amely bármennyire is vidám vagy nem vidám, hát nem egy lineáris egyenes. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a szellemi életünk úgy növekszik, a tanítvány életünk olyan, hogy egy ilyen lineáris egyenesen megyünk előre, menj fel, és napról napra duzzad az erő bennünk, és egyre érettebbek vagyunk. Hát néha olyan ez, mint egy színusz hullám, de azért nem színusz, mert a színusz hullám ugye a vízszintes X-tengelyen van, és ugyanolyan amplitudóval van, plusz meg mínusz irányban, talán ismertek ilyeneket, emlékeztek talán még rá. Ilyen borzalmas fizika leckékből, tanulmányaitokból, hanem ez egy olyan hullám, ami fölfele megy azért. Fölfele megy azért, mindig egy kicsit följebb, de néha vannak visszaesések. Így vagyok ezzel én is. Azt gondoljátok, hogy nekem nincsenek harcaim, problémáim. Ha ezt gondolod, akkor tévedsz, és már lépre mentél, mert megfeledkezt imádkozni a vezetőkért. Azt hiszed, hogy a vezetők hibátlanok, a vezetők tökéletesek, a vezetőknek soha nincs bajuk. Ez is lelki dolog. A vezetők, ami a Pál apostol, ugyanolyan emberek, mint a többi. De kaptak Istentől felhatalmazást, elhívást, hogy szolgáljanak mások felé. De ez az elhívás, mint hallottuk az elmúlt vasárnapon, mindenkinek adatik a maga életére nézve. Jézus az életét belefektette abba, hogy hirdesse az evangéliumot, és eközben gyakorlatilag folyamatosan, amit csinált, tanítványokat nevelt. Nézzétek meg! Tehát a tanítvány nevelés teljesen áthatotta az ő életét. Nem volt külön élete, hogy most tanítványokat nevelek, most prédikálok, most ételt osztok, most beteget gyógyítok. Nézzétek meg, ott vannak a tanítványok körülötte. Hol több, hol kevesebb, de velük, együtt van velük, látják, test közelben vannak. És valljuk meg őszintén, hogy lehet, hogy gondolhatod a Bibliában néhány történetnél, hogy nem lett volna jobb nélkülük. Hát annyit kínlódott velük. Lehet, hogy gyorsabban haladt volna, hogyha nem foglalkozik ezekkel. De Jézus ugye tovább látott a pillanatnál. Ő hosszú távon gondolkodott. És aki hosszú távon gondolkodik, az emberek életébe fektet be. Az egyik legfontosabb dolog a szellemi életünkben, a szellemi emberek vagyunk, hogy felismerjük azt, hogy igenis a hosszú távú dolog az Isten szerint való gyümölcsözésnek a kulcsa, a maradandó gyümölcsözésnek a kulcsa az, ha emberekbe fektetünk be. És akkor kezdjük megérteni, amikor azt mondja Jézus, hogy gyümölcsöt teremtek, és gyümölcsötök megmarad. És ez lesz az én atyám dicsősége. Tehát ott is egy folytonosságról beszél a gyümölcsözésnél Jézus Krisztus, hogy az életünk gyümölcsöt terem, méghozzá maradandót. Hogyan tudott a názáreti Jézus élete gyümölcsöt és maradandó gyümölcsöt teremni? Úgyhogy 3, 12, 70, 500 tanítvány nevelt fel és foglalkozott velük, és ezt a lelkiséget, lelkületet vitték tovább az apostolok is. Ezért lehet az, hogy mi most itt vagyunk és van gyülekezet ezen a helyen. Több dolgot tanulhatunk az apostoloktól, akik Jézus példáját követve végezték a tanítvány nevelés szolgálatát. Mint mondottam, a szolgálatot, amely szolgálatnak a fókuszában mindig ott volt, hogy emberek életébe fektettek be. És nem egyedül csinálták a dolgot, a szolgálatot. Az első néhány gondolat a képzéssel, a képzés köré csoportosul. Nézzük, hogyan szolgált Pál. A Tesszalonikai levélben a következőt írja, 1 Tesszalonikai 5-től. Mert a mi evangéliumunk nem csak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel,
szent lélekkel és teljes bizonyossággal. Na most, erről a három szóról mindenkinek lehet elképzelése. Mit jelent az, hogy Pálnak a bizonyságtétele erővel, szent lélekkel és teljes bizonyossága jutott el? Valamilyen megnyílt az ég. Mindenki reszketett. Pálból egy kisugárzás, ilyen nyilak vagy villámok csapódtak ki, mint Zeusból. Miben? Hát benne van a Bibliában. Ti is tudjátok, hogyan éltünk közöttetek. Erővel, szent lélekkel és teljes bizonyossággal. Nyilvánvaló lett azt, hogy Pál apostol, ami életünkön keresztül az evangélium igazsága közöttetek. Hogy mi nem csak beszélünk az evangéliumról, hanem annak ereje megnyilatkozik a mi életünkben. Tudjátok, Tesszalonikában üldözést érte őket, és Tesszalonikában is, ugye Filippi volt az első város Európában, hogy nyilvánvalóan a Szentlélek kijelentése alapján mentek, és ott meg jól megverték őket. Aztán Tesszalonikában átmentek, ott meg a zsidók támasztottak csődületet. Utánuk mentek Béreába is ezek a zsidók, ott is fellázították az embereket. Tehát nem viszonttagságmentes helyzet volt, amiben megmutatkozott az Isten szellemének ereje az életükben. Pál apostoléknak, hogy milyen elkötelezettség van bennük, hogy mennyire komolyan veszik ők ezt a názáreti Jézust. Hogy a Szentlélek ereje nyilvánult meg, és a teljes bizonyosság nyilvánult meg az ő életükben. Hogy nem voltak bizonytalanok, és az ellenség, az ördög mai napon is megpróbál bennünket elbizonytalanítani. Az elhívásunkban, a szellemi szolgálatunkban, az Istennel, a Krisztuson keresztül való kapcsolatunkban megpróbálja beszennyezni a gondolatainkat, eltávolítani az Úrtól, leválasztani a töltőről. Ne engedjük neki, hanem engedjünk teret a Szentléleknek, Jézus Krisztus szellemének és az ő drága igéjének. Azt mondja, éltünk közöttetek a ti érdeketekben, nem önző módon, hanem előre tévediteket. Ti pedig, azt mondja Pál apostol, követőink élettetek. Ez a következő fázis. Példát adtunk nektek, és ez a példaadás ragadós volt. Elkezdtétek ti is tenni azt, amit láttatok rajtunk. És ment tovább ez a példa, ez az életpélda. Ti pedig, ami követőink élettetek, és az Úréi. Krisztushoz kötődött a szívetek, amikor sok zaklatás elnére a Szentlélek örömével fogadtátok be az igét. Megnyilvánult a Szentlélek ereje az életükben, hogy a zaklatás, az üldözés ellenére megmaradtak Jézus Krisztusban. Azt mondja Pál apostol, nem csak követétek a példánkat, a 7. versben így szól, példává is lettetek. Látjátok a példa, megint a maradandó gyümölcs, amiről beszél a Szentírás. Minden hívő számára Macedóniában, az északi terület, ugye Európában, hogy beléptek Pálék, Akhájában egészen déli terület, tehát a korintusi vidék több száz kilométerre onnan, tehát egészen több száz kilométerre elhatott a hitüknek híre. Ennek a gyülekezetek nyilván missziómunkásokat is küldtek ki, munkatársokat, segítségeket küldtek ki, Pál a bizonyságtevők mentek valószínűleg Pál apostollal. Mert tőletek terjed tovább az Úr beszéde, nem csak Macedóniába hanem, és Akhájába, hanem mindenhová eljutott a ti Istenbe vetett hitetek híre. Szükségtelen is erről bármit mondanunk. Látjátok a példának az erejét. Amikor Pál apostol megosztotta az ő élet példáját közvetlen közelről emberekkel. És így tanítványozta őket. Ez a példa némelyeket jó értelemben megfertőzött. És elkezdték élni azt a Krisztus követő életet, amit Pálon keresztül láttak. És aztán elkezdtek ezzel az életpéldával ők maguk is hatással lenni másokra. Ez tehát az élet példával való tanítványozás. Testközelben látható vagyok a másik ember számára, a fiatal keresztény számára, és segítem őt előre jutni a Krisztus ismeretében, a szent életben, a szolgáló életben, a hétköznapi életben. Be kell mutatnunk először tehát a példát, amit szeretnénk másoknak megtanítani. Nem taníthatunk meg semmivel többet az embereknek, mint amit be tudnánk mutatni az életpéldánkkal. A többi az csak vallásos szövegelés. A következő pont a tanítás által való képzés. Pál ezt is alkalmazta a tanítványozásban. A Tesszalonikai levélben ezt olvassuk az 1 Tesszalonika 2:1-2-ben. Hiszen magatok tudjátok, testvéreim,
hogy nem hiába jártunk nálatok. Sőt, amint tudjátok, miután előbb szenvedés és bántalmazásért minket Filippiben, ugye börtönbe zártak, jól megverték előtte őket Szilással, ami Istenünktől bátorságot kaptunk arra, hogy nyíltan hirdessük nektek az Isten evangéliumát sok tusakodás közben. A körülményekről beszéltünk, hogy milyen körülmények vették őket, várták őket, hogy fogadták őket Tesszalonikában. Tehát azt mondja itt az írás, hogy beszéltünk az evangéliumról, szóltunk hozzátok, elmondtuk nektek az evangéliumot. Ez nem egy ilyen kinyilatkoztatás jellegű kifejezés a Bibliában, hanem valahogy leülni, találkozni, elmondani nektek, hogy mit tett velünk az Isten, mit tett a fiában Jézus Krisztus, mit jelent ez nekünk és nektek. Tehát tanítványozás azáltal, hogy megosztjuk a megértésünket, amit mi magunk megértettünk az evangéliumból. Aztán az Apostolok Cselekedetei 16. fejezet első 3 verse mutat valamit nekünk a tanítványozásnak egyik legerősebb módjáról, az akció közben való tanítványozásról. Azt olvasok itt, így jutott el Pál Derbébe, majd Lisztrába is, volt ott egy Timóteus nevű tanítvány, egy hívő zsidó asszonynak és egy görög apának a fia, akiről dicsérőleg szóltak a lisztrai és ikóniumi testvérek. Pál őt magával akarta vinni, ezért az ott lakó zsidókra tekintette, körülmetélte őt. Mert mindenki tudta, hogy az apja görög volt. Mi történik Pál Timóteus kapcsolatában? Először is az előző missziós útján Pál apostol hirdette az evangéliumot. Timóteus fiatal keresztényként megtér, elfogadja a bűnbocsánatot, hitet tesz Jézus Krisztus mellett, bemerítkezik. Elindul a szellemi élete ezáltal. Aztán néhány éve később elmegy, és hallja, hogy ez a fiatal ember ez gyümölcsözik. Tehát, hogy az evangélium gyümölcsöt terem az életébe. És azt mondja, ennek a srácnak segíteni kéne, hogy tovább növekedjen. Hogyan segít neki Pál? Maga mellé veszi. És a szolgálat közben kezdi tanítani. Akció közben kezdi fölnevelni fiát. Azt mondja, szellemileg így is mondja, hogy fiát. Nyilvánvalóan nem csak Pál apostol volt hatással Timóteus életére, hanem bizonyára Barnabás is, Szilás is, a többiek, akikkel találkoztak aztán a missziós útjuk során, akik csatlakoztak hozzá, Aquilla, Priscilla, a többi keresztjén hívő testvér, mind-mind hatással volt rá. Nem csak Pál volt hatással rá, de Pálnak maga mellé kellett vennie, hogy ez a hatás érvényesülni tudjon az életében. És ezekkel az emberekkel találkozni tudjon. Milyen nagy áldás, amikor valaki megértéssel rendelkezik, és hívő embereket hív meg az otthonába. Vendégül látja őket. Angyalokat vendégel meg, az a szellemi áldások lépnek be a család életébe. Nem is tudja a gyerekeinek mekkora áldás hallani néhány bizonságtételt azoktól, akik jönnek esetleg misszióba, szolgálatba. És mekkora busás kamat van ebben. Ezért azt gondolom, hogy egymást kéne eltaposni, mikor vendégszeretete van lehetőség. És igazán a tumultus kéne legyen, hogy kit kell kihúzni, mert nincs már kit adni. Ha van ebben szellemi értelem, megértés. Tehát magával vitte Pál apostol Timóteust. Aztán gondolkodj ennél a pontnál folyamatban, és általában a szellemi életben folyamatban kell gondolkodnunk. Persze vannak kimagasló események, de a kimagasló események nem lehet, hogy kimagasló eseményektől kimagasló eseményig éljük az életünket, mert köztem a sivatag van. És akkor elkezdik gondolni az emberek, hogy puszta van az életemben. Hát bocs, az egész élet puszta, mert a Jordán az majd a mennyországba, ahol belépés lesz. Ugye egy régi spirituálék mindenről énekeltek, hogy Jordán átmegyünk, azt jelenti, hogy a halálon megyünk át, és belépünk a mennyországba, az ígéret földjére. Nyilván tudom azt is, hogy az ígéret földjének van egy másik értelmezése, és az a remény, a látás beteljesedése, az Isten ígéreteinek beteljesedése. De spirituális értelemben elsősorban a Jordánval átkerés azt jelenti, hogy a zsidókhozi levelet is megnézzük, hogy meghalok, és bejutok a mennyországba. Az azt jelenti, az egész földi élet egy utazás. A reménységgel teli utazás, hogy majd a mennyországban együtt leszek az Úrral. És itt megtapasztalom azt, hogy mannával táplál az Isten.
és hordoz engem, hogy gondot visel rólam az Isten, hogy tanúbizonyságot teszek az Isten jóságáról és szeretetéről azok között, akik a pusztában élnek. Mert még nincs bejárások a mennyországba. Tehát a folyamat, az első lépés az, hogy készítsd fel arra, amit tenni akartok. Ne csak beleessetek a dolgokba. Bizonyára Pál elmondta Timóteusnak, figyelj, gyere velem, ez lesz is, ez lesz is, ez lesz. Ezt fogjuk csinálni. Hirdetjük az evangéliumot. Azt mondta a Szentlélek, hogy Európa szerte kell prédikálnunk. Megkeressük a nagyvárosokat. Addig maradunk ott, ameddig az Úr mondja. Vagy ameddig nem zavarnak el bennünket. És majd meglátjuk. Nem tudok neked nagy fizetést ígérni. És azt sem tudom mondani, hogy mindig ágyban fogsz tudni lefeküdni. De olyan is lehet. Bennünket legutóbb újjal vendégszeretettel fogadtak, Filippi, jól megvertek bennünket, igaz, aztán kimosták a sebeinket és megetettek bennünket, de azért fáj még mindig a hátam. Timóteus, erről van szó. Nagyszerű kalandra hívlak téged, az Isten szolgálatába, Krisztus követésére, jössze velem. Azt mondta Timóteus, jó, megyek. Megyek. Nyilván most a később eseményekről beszélek, de mármint a Filippi események, nem erről van az, hogy csak úgy érzékeltette bizonyára Pál vele, hogy ez az odaszállás, ennek van ára. És nem egy ilyen illúzió volt, amivel fellovalta, fellelkesítette. Érted, és akkor nagy pofára esés volt a végén. Tehát mondd el, aztán menjetek el, és tegyétek együtt. Ez a második lépés a tanítványozásban. És a harmadik, amit el szoktak felejteni, értékeljétek ki. Ne csak megtörténjenek a dolgok, hanem beszéljétek meg. Mi az, ami jó volt? Mi az, ami áldott volt? Mi lehet változtatni? Csiszolni? A tanítványnevelésnek mind a három része fontos. Felkészülés, együtt megtenni, és aztán pedig kiértékelni. Akár egy dicsőítő szolgálatot, egy gyerekszolgálatot. Nyilván ugye rendszere van ennek a kiértékelésnek évente egyszer, de azért érzékeljétek, hogy azért lehet sűrűbben is értékelni szolgálatokat. Majd a lelkiségéről beszélek. Sokkal jobban hallod az idő, mint gondoltam, de... Oké, tehát Páltól hallotta Timóteus az evangéliumot is, megtért, majd maga mellé vette munkatársának. Így van. A következő dián, Johann Lukasse, ugye nekem is van egy rendszer, amit én nektek el szoktam mondani, Johann Lukasse egy kicsit kibővítette, ő gyülekezetplántálás vezetés, Belgium szerte sok több gyülekezet plántálásának volt a vezetője, egy igazi öreg harcosa az Úrnak. 80 év körül van. Sokat tanultunk tőle. Az első lépés a tanítványozásban azt mondja ő, hogy én teszem és te figyelsz engem, azaz a megfigyelés. Ehhez megint csak együtt kell lenni, ugye? Láthatóvá kell lenni, egy, kettő. Meg ha okos vagy, figyeled azokat, akik erőteljes szellemi életet élnek. Hozzájuk szegősz, keresel a lehetőséget, hogy tanulj tőlük. Megpróbáld megfigyelni a dolgokat, hogy jutnak a dolgokhoz hozzá. Hogy élik a szellemi életüket? Hogy veszik el a vezetést Istentől? Közel lenni. Látótávolság. Én teszem, és te figyelsz. Aztán én teszem, és te segítesz nekem. Azaz korlátozott részvétel van. Bevonom, amiben tudom. Már érzi a felelősségét, de még... Annak, tehát érettségének megfelelő mértékben van terhelve. Aztán te teszed, és én segítek neked közreműködni és kiértékelni. Ez az a fázis, amikor megbeszéljük, hogy megcsináltuk, biztos lesznek olyan dolgok, amik nem a legjobban sikerülnek, lesznek, amik jól sikerülnek, azokat ugye meg kell beszélni. És te teszed, és én nézlek, ez a bátorítás fázisa. Amikor csinálja, és a másik ott van, segíti, bátorítja, az előrehaladásban. Aztán teszed, és én egy másik dolgot teszek ugyanabban. Ez még a hozzáadás fázisa. És a megsokszorozódás fázisa az, amikor te már odaérsz, hogy te is elkezdesz másokat képezni. Tehát ez a szemléletmódot átvetted, hogy a gyümölcsözés azt jelenti, hogy másokat tanítványozok, mások életében vagyok Isten eszköze, ezeknek az alapelveknek ismeretében, hogy növekedjenek. És akkor van egy szellemi életed, van egy kaland a szellemi életedben. Nem csak telnek a napok, nem csak elfolyik az élet, hanem van valami hosszú távú szellemi perspektíva az életedben. És hadd mondjam a következő pontot is, ami
amit legszívesebben pirossal írnék. Mert az a baj, hogy hajlamosak vagyunk rá. Te teszed, és mi korrigálunk, vagy kritizálunk. Na ez, ami könnyen megy. Tudjátok, mennyi kárt tudunk okozni a bőstelen kritikákkal? Amikor állandóan úgy érezzük, hogy nekünk meg kell mondani a frankót. Legjobb az a háta mögött. Mert abból nem lesz baj. Legjobb, ha értékelünk valamit, úgy mással megbeszélve. Úgyhogy fogalmunk sincs, nagyrészt lövésünk sincs a valóságról. Hányszor estünk már pofára, akkor magunkban elképzeltünk valamit, voltunk elég bölcsek, azt, hogy senkinek nem mondtuk el. És áldottuk az urat, mikor kiderült az igazság, hogy nem beszéltem senkinek erről. Mert tök más volt az egész dolog, mint ahogy én gondoltam. Egész másképp zajlott az esemény. Vagy más volt a motiváció, vagy a szívbeli dolgok. Tehát, az sem jó, amikor valaki ajnároza van. És azt vár, hogy mindenki dicsérje. Miért? Mert felfogalkodottá válik. A kritika keserűvé tesz. És kiüt a szolgálatból. Előbb-utóbb feladják az emberek. Ezért a kritikát és a dicséretet harmóniában kell alkalmazni. Szoktam mondani, európai embernek tanácsolták amerikaiak, hogy 5 dicséret, 1 kritika. És nagyon fontos, ha van véleményed, akkor járj utána, hogy ez igaz-e. És ha megszületett benne, hogy építő az a vélemény, akkor azzal beszélj meg, akire tartozik, mert őt így tudod építeni. Ha nem, akkor tartsd meg magadnak. Fogd be a szádat, és harapd el a nyelved. És jobb lesz, mert nem vétkezünk annyit. És tudjátok, hány kapcsolatot tud megterhelni egy gyülekezet életében? A kritika. A kritizáló lelkület, ami büszkeségből van. Fölényeskedésből van. Mert a jó szándékú kritikában szeretet van. És mennyi sérülés van abban, aki büszkén fogadja a kritikát, és megsértődik. Mert neki megmerték mondani a véleményét. Nem fogsz tudni növekedni. Szükséged van az építő kritikára, értsd meg. Mert nem látod magad, te csak belül látod magad. És még ha nem minden úgy van, amit mondanak kívülről, mint ahogy az a valóság, akkor is látod legalább magad a más szemével. És ha tudod jól fogadni a kritikát, akkor felbátorítasz másokat, hogy oda menjenek hozzád és segítsenek neked. És azt mondom, hogy tanítványozásban elkerülhetetlen az, hogy ne történjen korrigálás, de a dicséret is nagyon fontos, értsétek meg. Harmóniában ezt a kettőt. A kritika megöl, keserűvé tesz. Csak a dicséret meg felfogalkodottságot eredményez. Ez nem jó. Olyan, hogy mindent jól csinálunk, nincs. Nincs. Élő beszédben elkerülhetetlen a vétek, igaz? Néha én is visszahallgatom az igét, és hogy mondhatom ilyen maraságot. Ez nem is pontos ez a dátum, mondjuk. Vagy ez a helyszín nem pontos, nem alapvető teológiai kérdésekről van. Szóval, amikor az ember így mond egy időpontot, vagy valamit, akkor nem is ott van. Jó, hát nem fog senki attól tönkre menni, meg elkárhozni, de ez benne van. Benne van a hibázás lehetősége. Nem vagyok lexikon, nem vagyok robot. És te se vagy az. Érted? Na most, hogy sokat idézek ennél a pontnál, nem véletlen. Jó, vegyük a lelkünkre, a szívünkre. És ne legyünk elhamarkodottak a beszédben. Folyamat. Újra és újra. János az első levelében beszél a növekedés állomásairól, beszél a kicsi gyermekekről, beszél az ifjakról, és beszél az apa, a szülőkorú személyekről, férfiakról és nőkről nyilván egyaránt. János azt mondja az 1 János 2.12-től, írok nektek gyermekek, mert megbocsátattak bűneitek az ő nevéért. Írok nektek apák, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. Írok nektek ifjak, mert legyőztétek a gonoszt. Írtam nektek gyermekek, mert ismeritek az atyát. Írtam nektek apák, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam nektek ifjak, mert erősek vagytok, és Isten igéje lakik bennetek. Ezért legyőztétek a gonoszt. Segíteni kell az embereket a gyermekkorból, az ifjúkorról a felnőtt korra növekedni. Ha nem tudunk segíteni a növekedésben a hívők újabb és újabb generációinak, akkor egyedül maradunk. Nem lesz, aki tovább vigye a szolgálatot, vagy beszűkül a szolgálati lehetőség.
Nem tud kitejesedni, kiszédesedni, mert ugye nem lesz elég szolgáltevő, aki oda szentelt módon, elhívással és felkészített módon végzi a szolgálatot. A szellemi érettségi jutás azonban egy folyamat. Látjátok itt, hogy a gyermekkorban az első és legerősebb, ez mindegyiknél ott van a szolgáltatanulás és a jellem kérdése, tehát mindegyik ott van, de hangsúlyos az első korszakban a szellemi életben a jellemformálás. Ezen van a hangsúly, amikor fiatal keresztény van, aki Pál apostolnak az itteni sorai, amit olvasunk a Korintusok közé első levélben, pontosan ezt a fajta jellemformálást próbálta segíteni. Az értékrendbeli deficiteket kipótolni a korintusi gyülekezetnél, és a felelősségérzetet felébreszteni bennük, mennyei perspektívába helyezve azt, hogy mit építenek, hogyan élik az életüket Krisztusban. A második korszakban, az ifjú korszakban a tanulás. Ugye a... Igen. Tehát a tanulás a Biblia értelemben nem lexikális tudást jelent pusztán, hanem szellemi belátást és megértést. Azaz, Isten igényének szellemi bölcsességgel párosuló megismerését jelenti. Tehát nem csak azt tudom, hogy mit mond a Biblia, amit beszéltünk róla, hanem kérek hozzá bölcsességet is, tehát alkalmazni vagyok képes Isten igényét. Nem csak az irányokat tudom, hanem az oda vezető utat is megismerem. Ez jelenti tanulni. Tehát az ifjú korban a hangsúly a tanuláson van. Ezen a szellemi belátás megszerzésén van a hangsúly. Ez nem jelenti azt, hogy a következő korszakban nincs tanulásra szükségünk. Értitek? De az alapvető bibliai igazságoknak, szellemi igazságnak a megértése és beépülése az életünkben, és ezeknek a lelki-szellemi értékeknek az átvétele, szabályoknak a megértése az ifjúkor keresztény életben, az ifjúkorban a leghangsúlyosabb. És a felnőtt kor pedig a szolgáló élet, amikor már mások terhét is képes vagyok hordozni. Természetesen a gyermekkorban, az ifjúkorban is megjelenik a szolgálat, a tanulás is, és a jellemformálás is, de hatékonyságában és hangsúlyaiban egy szellemileg érett ember képes mások terheit is hordozni hosszú távon. Mert ugye egy sprintet bárki kivág. Tehát egyszer felporszívózod ezt a helyet, de nem minden nap kéne csinálni. Egyszer még lehet, hogy nagyot is tudsz prédikálni, de hetente többször, értitek, ugye ez más érettségre van szükség, és másfajta munícióra van szükség ahhoz az ember szellem életében, hogy hosszabb távon ne kiégett legyen, hanem képes legyen venni és adni. És így ugye teremjen gyümölcsöt, és a gyülekezet új gyülekezetet. Ja, hát még ezt nem. Várjunk egy pillanatot, van itt még néhány okosság leírva. Én írtam, nekem tetszett, mert megkérdítélek, hogy nektek is tetszik. A növekedés ugye folyamat, viszont ez sok minden befolyásolja. Azaz nincs két hívő, aki egyforma, akivel kapcsolatban egyforma elvárásokat támaszthatnánk. Miért? Csak néhány gondolat, ami befolyásolja azt, hogy ki hogyan halad előre a szellemi életben. Például az egyik. Milyen háttérből érkezik a személy? Származási családja, mit hoz magával onnan? A múltja, a sebek az életében, a sérülések, a vallási prekoncepciók, tehát milyen elképzelése van már a vallásról, Istenről. Sokszor ez nagyon hátrányos helyzetet tud eredményezni, mert olyan vad és buta dolgokat gondolnak az emberek Istenre, hogy míg ez lebomlik, az is kell egy idő, hogy épülhessen aztán az egészséges Istenkép bennünk vagy bennük. És az ismeret kérdése is, hogy van-e vagy nincs, és ige ismeret, Isten ismeret, honnan indul egyáltalán, tapasztalatok, ismeret, gyülekezet, életet, szolgálat, tehát hívő családban nőtte fel, vagy sem. Nyilvánvalóan ezért ez megváltoztatja azt a tempót, meghatározza a tempót, hogy valaki tud előre haladni. Aztán milyen közegbe kerül, ez is meghatározó. Van-e látása annak a közösségnek, gyülekezetnek a tanítványozása nézve? Azaz, gyakorlati segítséget kap-e arra vonatkozó, hogy növekedni tudjon? Ugye ez is egy rendkívül fontos dolog. Aztán a harmadik, és én nekem itt az utolsó, aztán ti meg folytassátok a sort magatok, meg majd a házi csoportokban.
Megvan-e a megfelelő fogékonyság, alázat és elkötelezettség a fejlődésre vonatkozólag, mind abban, akinek tanulni kéne, mind pedig abban azokban, akiknek tanítani kéne. Nektek már tanítókká kéne lennetek, mondja a zsidókhoz írt levél írója. És még mindig arra van szükségetek, hogy az alapdolgokat tanítsuk meg nektek. Tehát van-e tanítása, készség, akik úgy gondolkodnak a fiatal keresztényekről, hogy maguk mellé veszik, és segíteni akarják őket előre, vagy azt mondják, hogy csinálom egyedül, mert gyorsabban haladok. De értsd meg, lehet pillanatnyilag ez igaz, de bocs, 80 évesen majd megnézlek, hogy milyen tempóba tolod a cuccot. Akkor még lehet jól lenne 2-3 ember, akinek ott van melletted, vagy 4-5-6-8, aki a te bölcsességeddel, az ő erejükkel összeadódva sokkal többre jutott. Tehát folyamat, hosszú táv, a názeti Jézus gondolkodásmódja a tanítványság területén, hosszú távú. Az ördög bezár a pillanatba, a problémáid pillanatába, a fájdalmaid pillanatába, és kilátástanságot próbál kialakítani, mert ez is reménytelen lesz a szívedet, és megkeseríti az életedet, és elválaszt a kegyelemtől. De te ezt ne hagyd neki. Fogd a csomagodat, tedd le a keresztnél. És engedj az Isten szellemének megújító munkájának az életedben és az életünkben, hogy perspektívát, jövőképet, reményt a jövőképet tudjon nyitni az Isten szelleme előttünk. Mert hát reménység nélkül ugye nem tudunk előre jutni. Ahogy mondottam, a tanítványság soha nem pusztán egy-egy kapcsolat. Pál apostol példáját hoztam nektek, nyilván Timóteusnak nem csak Pál segített, hanem a munkatársai is. Azok is hatással voltak rá, de nem csökkenti annak felelősségét, hogy oda szánjuk magunkat arra, hogy segítsünk másokat, és elfogadjuk a segítséget és a tanítást. Nekünk a gyülekezet plántálás adott Isten elhívást, és most éppen egy csoportunk ebben segít Békés megyében, és hát máshol is az országban több helyen igyekszünk imádkozni, segíteni a gyülekezet plántálásokat. Nem véletlen volt egy sorozat az antiochiai gyülekezetről, mert ezt a proféciát kaptuk. És akkor talán egy picit gyakorlati segítségnyújtás lehet ez is, hogy hogyan gondolkodik Isten folyamatokban egy gyülekezet életciklusában. Ugyanis el lehet hamarkodni dolgokat, és el lehet hibázni dolgokat, vagy el lehet késni dolgokat, aminek már itt lenne az ideje egy gyülekezet életében. Ugye a folyamat mindig úgy kezdődik egy gyülekezet születésében, hogy az evangelizáció, az evangélium hirdetésével kezdődik, és Pál apostolt, ha megfigyelitek, másképpen szolgál egy görög kultúrában, mint ahogy látjuk a jeruzsálemi prédikációkat, Péterét vagy azokat a szolgálatokat. Más. Erről ugye több szó is volt. Na most, miért mondom ezt? Evangelizáció, mindenki tudja, hirdessétek azt, hogy Jézus meghalt. Oké. No, de hát azt is tudnod kell, kinek? Tehát ismerned kell azt a közeget, ahol az evangéliumot meg akarod osztani. És ha nem ismered azt a kultúrát, közeget, gondolkodásmódot, akkor hogyan fog eljutni hozzájuk? Ez volt a másik téma, ami vívottam, hogy azt hozzam-e ide, de nem baj, azzal is készültem egy kicsit, aztán majd eljön az is. Csak egy példát mondok. A mai korszakban általában az emberek egy folyamat eredményeképpen térnek meg. Hosszabb kapcsolódási pontokon keresztül, látva egy-egy életet, bizonyságot nyerve annak hitelességéről, Isten megadja még a kegyelmet, hogy megtérjenek. Persze ez lehet egy pillanat, de általában egy folyamatnak az eredménye. És ez fakad a mai ember gondolkodásmódjából. És a társadalmi viszonyokból, a társadalmi közgondolkodásmódból, a filozófiából, az értékrendből. És amikor evangelizálunk, akkor az is fontos, hogy kinek. Másképp beszélünk gyerekekkel, ugye, másképp beszélünk felnőttekkel, másképp beszélünk gyári munkásokkal, és másképp kell beszélni filozófusokkal. És ha megnézitek a Bibliában, ezekre látjuk a példákat. Hogy hogyan alkalmazkodtak az ige hirdetői az ige hallgatókhoz. Hogy meg is értsék az üzenetet, és eljusson hozzájuk. Tehát látjátok, maga az evangelizáció,
Hát figyeljetek, konferenciákat rendeznek, heteket, hónapokat, éveket töltenek ma emberek azzal, hogy megértsék ezt a világot. Hogyan lehet hatékonyan szolgálni. Azt látom, a mai korszakban nem lehet gyorsan elérni eredményeket. Egy-egy településen, egy-egy életben, egy családban. Oda kell szánni az életünket, és hosszabb távon kell gondolkodnunk. A tanítványnevelés a másik lépés, nem választható el az evangelizációtól, mégis nem azt mondja, hogy evangelizáljatok, hanem tegyetek tanítvány minden népet. Tehát nyilván az evangelizációnak a célja az, hogy tanítványai legyenek az emberek Krisztusnak, nem pedig töltelékek a helyi gyülekezetben. Egyel több legyen a széken ülő. Aztán a következő fázis, amit egy gyülekezet plantálásánál tenni kell, társvezetőket kell fölemelni. Ezt a mi gyülekezetünk életciklusában mind láthatjátok. Ezt mind így csináltuk. Ezeken a lépéseken mentünk végig. Néhány, már nagyon tudatos volt, néhány Szentlélek vezetése alapján csináltuk, aztán rájöttünk, hogy ezt ide a könyvek is. Oké, okay, tanítványnevelés, vezetők fejlesztése, társvezetők megbízása, a helyi vezetőség felállítása és az autonómia, az az anyagyülekezetől a függetlenség, hogy mi esetünkben ugye igazi anyagyülekezetről nem beszélhetünk, már a mi esetünkben igen. Tehát alapvetően ugye azok a gyülekezetek tudnak anyagyülekezetek lenni, ezt meg kell értenünk, akiknek van tapasztalata, látása gyülekezet plantálással kapcsolatosan. Azoknak a szívén van az, hogy szülessenek új gyülekezetek, és hatékony segítséget képesek nyújtani. Nem várható a gyülekezetektől az, hogy hatékony segítséget nyújtson a gyülekezet plantálásában, akinek nincs látása erre. Ezért a mi felelősségünk, a mi gyülekezetünknek, és azoknak, akik a elmúlt 20 évben indultak el, 20-25 évben indultak el, 100 gyülekezet van ilyen a mi közösségünkben, sokkal nagyobb felelősségük van. Mert van tapasztalatuk, látásuk arra nézve, hogy ezt hogy kell csinálni, és miért fontos. És az autonómia pedig azt jelenti, ugye nyilván nem független gyülekezetről beszélünk, autonóm gyülekezetről beszélünk, ami azt jelenti, hogy egy szövetségnek a része. Nem teljesen független attól, mégis önállóan intéz ügyeit. Ez a mi közösség gondolkodásmódjában, evangéliumi gondolkodásmódban így van. És aztán jön egy autonóm gyülekezet, a megerősödik, képes megsokszorozódni, azaz új gyülekezeteket létrehozni. Amíg ez nem történik meg, nem képes rá. Viszont tud segíteni más gyülekezetek plantálásában, hanem is önállóan csinálja ezt. Egy új, azt gondolom, megint hatékony modell az, ha két-három gyüleket összefog, és segít egy gyüleket plantálást. Ma Magyarországon azt látom, az egyik leghatékonyabb modell az anya-leány gyüleket mellett, és így fogunk tudni előre haladni az evangélium munkájában és gyüleketek plantálásában, ha lesznek ilyen partner gyüleketek, amelyek támogatnak egy-egy helyi gyülekezet plantálást. Johann Lukács azt mondja, hogy akkor alkalmas egy gyüleket az autonomitásra, hogy ha van legalább három avatott, lelkileg, szellemileg érett vezetője, akik nem hatalmaskodnak, hanem szolgáló lelkületűek. Aztán van legalább 50 bemerített tagja. Anyagilag önfenntartó. Gyülekezet és misszió struktúráik kialakultak. Azt mondja, ez a gyülekezet az, amelyre megvan az a minta, amely szülőképessé teszi. És megvan az erőforrás is hozzá, hogy majd fölnövekedjen, ez is önálló legyen, önálló életet tudjon élni, és reprodukcióra alkalmas. Ugye tudjuk, hogy egy tinédzser gyerek is tud gyereket szülni. Mégse alkalmas rá mentálisan. Értjük, ugye? Ha megviseli az életét, de régba törik az élete, szokták mondani, aki hamar szül új gyereket. Tehát így nagyon fontos, tudjátok, bármilyen is szeretnénk megtalálni az alkalmas pillanatot arra, hogy szülessenek új gyülekezetek, mondjuk egy ebből a gyülekezetből. Nem tudunk gyorsabban haladni, mint amennyire érettek vagyunk. Viszont a tanítványneveléssel hatékonyabbá tudunk válni. És gyorsabban tudunk haladni. Egyáltalán haladni tudunk ebbe az irányba. Meg ha van látásunk arra nézve, hogy mit is jelent ez. Ezért beszélek róla. Hogy látással rendelkezzünk, hogy hogyan születnek új gyülekezetek, milyen lépéseket kell megtenni. És ebben kinek-kinek mi a felelőssége. A megsokszorozódás érdekében. Korábban már mutattam ezt nektek, de nem emlékeztek rá, nem baj. Spontán növekedés. Tetszik ez a megállapítás. Ez a Roland Ellen nevezetű
lelkipásztor, teológus vetette papírra. Mit értünk spontán növekedés alatt? Az a növekedés, amit megelőz minden olyan tevékenysége a gyülekezet tagjainak, amely nem igényel külön szervezést. Ezt kiemelném. Tehát minden esemény, amit a gyülekezetünk szervez, csak egy keret. De semmit nem ér önmagában, ha ez a spontán készség nem jelenik meg benne, a hívogatásban, a szolgálatkészségben. Ez csak egy keret, üres önmagában. Hogyan telik meg értékkel? Hát rajtunk keresztül. A mi szomszédünk, a mi barátaink, a mi hozzáadott értékünk által bekapcsolunk, teszünk, szolgálunk, lehetőséget adunk arra, hogy találkozzunk emberekkel. Egy asztalt kreatív, ugye felkészülünk, bevásárolunk, én adom az én szolgálatomat ebbe, hogy ott vagyok, csinálom, körém gyűlhetnek, értéket teszek bele azáltal, amit kaptam. Tehát külön szerzés nélkül, vagy rábeszélés, figyelmeztetés nélkül. Megette a fene, mondják felénk, ha valaki azért evangélizál, mert jól repirította a lelkipásztor. Volt egy nagy durrantás, nagy prédikáció, mindenki jól elszégyelte magát, és két napig lelkismert fúdalásból mindenkinek bizonságot tesz. Na most, bocs, szerintetek én erre vágyok? Remélem, nem gondoljátok komolyan. Arra viszont vágyok, hogy a Szentlélek inspiráljon bennünket, és hozza be a szívünkbe, szellemünkbe Krisztus szemléletmódját. És hogy ne féljünk az emberektől, hanem értsük meg, hogy elveszettek, és elkároznak, ha meg nem ismerik az evangélium megmentő üzenetét. Lengyelországban voltam, és a vezetőnek rosszul mondtam, hogy 21 gyülekezetet mondtam Lengyelországban, hiszem Cseh vagy Szlovákiában 21 gyülekezet. Lengyelországban 83 gyülekezet van, baptista gyülekezet, mintegy 5500 taggal, és nagy részében is lelkipásztor. Megismerkedtünk testvérekkel, és nagyon érdekes volt, amit elmondtak, több dolgot is, és tanúságos volt. És 20 gyülekezetet plántálnak most. Van olyan lelkész, aki folyamatosan temet meg esket gyülekezete mellett, mert nincsenek lelkipásztorok, és akkor őt hívják, hogy eskessen, meg temesse el a halottakat. És közelebb kerültünk így lengyel testvérekhez az egyik gyülekezetben, látogattunk el vasárnap, és utána megevédeltünk, meg sétáltunk egyet, és tényleg átléptünk egy határt. A érződött, hogy a testvéri ősz nyitottság. Meg hát ugye gondoljatok bele, ott sincs lelkipásztor, és mindjárt lett 4. Na most okosak voltak, kihasználtak a lehetőséget, egy jöttek és kérdezgettek, meg mondták a dolgaikat, hogy ezt a ritka pillanatot megragadják, hogy itt van 4 lelkész. És elmondták, hogy az a legnagyobb baj náluk, hogy nagyon sok az esemény, és nincs kapcsolat, és nincs barátság. Pörök, csinálják, de nem kapcsolnak egymáshoz. Igazán nincs senki, akivel megosztanák a dolgaikat, imádkozzanak egymásért. Nincs kis csoportrendszer, olyan jellegű házi csoportrendszer, ami nálunk van, hogy ott lehet imádkozni egymásért, és meg lehet osztani személyes dolgokat is. El vannak a programokban. A sok van, nagyon aktívak, mégis egyedül vannak az emberek. Ugye milyen fontos, hogy ez a belső készítés a különböző kapcsolatok által erősödjön és épüljön. Rábeszélés és figyelmeztetés nélkül továbbadják másoknak az evangéliumot úgy, ahogyan ők megragadták azt. De személyes módon. Ami az övék. Olyan növekedés ez, amit megelőz az az ellenállhatatlan vonzalom, melyet az ember érez, miközben szemléli a keresztény gyülekezet rendezett életét. Látják az emberek az életünket, és elkezdenek vágyakozni, hogy megértsék, hogy mi ez. És hajtja a vágy, hogy felfedezze egy olyan élettitkát, amit ösztönösen vágynak is megosztani velük. A dinamikája. Az egyház növekedését jelenti továbbá az új gyülekezetek születése, és ezt én aláhúztam. Ott szerintem kiemeltem, de mindki van emelve, jó van, úgyis jó. A fölállított egyenesem, jó igen, itt még van egy-két gondolat. Tévedés azt gondolni, hogy minden folyamat elem a kivetítettek közül ugyanolyan súlyú. Nagy hiba lenne,
ha nem értenénk meg, hogy mik azok a kulcsfontosságú pontok egy gyülekezet életében, amelyek meghatározzák az egészségét a közösségnek. Összekapcsolódik tehát a tanítványozás az evangelizálással. Erről már beszéltem. Az új hívők viszont a legjobb evangelisták. Lehet, hogy sok mindent rosszul mondanak, de lelkesen. Higgyétek, és ez magával ragadó. Nagy bolondság, amikor okos, nagy fejű hívők így leforrázzák ezeket, vagy leoltják ezeket a fiatal. Vigyázzál! Ne vigyázz! Három hónap múlva egy barátod sem lesz, úgy elpriccolnak, hogy nem is látod őket. Mert megváltozik az életed, és ezt már nem akarják. Ezért most nagy gázzal mindenkinek beszél az a lelkesedésre, amit kaptál az Úrtól. És ne azzal foglalkozz, hogy tudsz-e valamit, vagy nem. Ahogy megragadod a Krisztus, azt mondd el. Hidd el, majd ha kell, kiegyenesítik a többit. Lesznek a nagy okos emberek, azokban segítenek. Természetesen csináld lelkesen. Tehát azt mondom, hogy az új hívőkben potenciál van. Kimagasló potenciál van. A legnagyobb potenciál van. A misszió szempontjából. Kapcsolatrendszerük miatt, lelkesedésük miatt. Keveset okoskodnak, többet kockáztatnak. Jól teszik. Bátorítsuk őket. Ugye itt a gadarénus eset, amiről legutóbb én szolgáltam, azt mondja, hogy Jézus, tér haza, és beszéld el, amit tett veled az Isten. És akkor azt mondja, ő pedig elment és hirdette az egész városban, sőt, ugye Márk azt mondja, az egész környéken, hogy milyen nagy jót tett vele Jézus. Ugye teljesen ezt látjuk a Bibliában is. Gyenge pont tehát az evangélizálás és a tanítványság közötti időszak lehet, ha nem értjük meg az új hívők bizonyságtételének a jelentőségét. Néhányan nem tudják, ugye, már furcsa ezt tudjátok, a régi hívők azért, hát hogy evangélizáljak? Hát nézd meg egy új hívőt. Azt tudja. Pedig te sokkal többet tudsz, mint ő. De ő tud evangélizálni. Mert lelkes. És nem okoskodik annyit. Egy ausztrál missziológus és egy gyülekezeti missziós mozgalomnak egyik vezetője a következőt írta a másik gyenge ponttal kapcsolatban. Nem lesz több, csak kettő, nyugi. Tehát minden ponton gyenge pontok vannak azért. Azt mondja, hogy a gyülekezet vezetés minősége egyenesen arányos a tanítványnevelés minőségével. Ha kudarcot vallunk a tanítványnevelésben, akkor ne csodálkozzunk, ha kudarcot vallunk a vezetők képzésében is. Tehát a másik pont a tanítványnevelés és a vezetők felkészítése között van. Azaz, ha nem tanítványozzuk az embereket, nem lesz alapja az elhívott vezetőknek arra, hogy majd belépjenek a szolgálatukba. Mert nem lesznek megalapozottak a hitben és a szellemi életben. Viszont ha megalapozzuk őket, akkor azok közül többeket elhívhat az Úr. És akkor itt valamit felolvastam. És két gondolatsor a végére. Gondolkodásmódbeli változás, amely a hagyományos gyülekezeti gondolkodásmód és a gyülekezetplántálásra képes, alkalmas gondolkodásmód között meg kell történjen. Párokba van állítva, ez, én is átvettem ezt Johann Lukaszéktől, szerintem hasznos. Az egyik a transzcendens központú gondolkodásmód, azaz Isten a távoli. Hogy jövök én ahhoz? A másik meg az... Igen? Mind a kettő igaz. Tehát, vagy az is jön. Tehát a távoli Isten mutatom be, hogy az evangélium által közel jön az Isten. Személyessé, a megváltó Krisztust emelem fel. Vagy elméleti igazságokat mondok el, és elkezdek beszélni valami modulokról, valami szép dolgokról, a távoli Istenről, vagy pedig megmutatom a Krisztust, a keresztet, az evangélium által. Aztán a másik gondolat, az Isten tisztelet központúság, azaz a service, a ceremónia, annak elemei, a liturgia. Egyébként a liturgia magában azt jelenti, hogy életfolyam. Az agónia pedig ugye
a halálhoz vezető út, tehát néha a liturgia inkább agónia válik, nem pedig az élet folyama. A liturgiának azt nevezzük, amikor a Szent Szellem inspiráltan, Szent Szellemtől vezetve egyre mélyebben belemegyünk Isten jelenlétébe. Az életnek a folyama ez, erre a Bibliában van kép is. Tehát az Isten tisztelet központosághoz, a kapcsolat központosság, megélni az Istennel való találkozást, megélni a testvéri találkozást, testvéri kapcsolatokat. Aztán a vezető központosság, mindent a vezetők csinálnak, a tag központosság, azaz Krisztus teste vagyunk, és egyenként annak tagjait. Mindenki fontos, mindenkinek van szolgálata. A nagy csoportok, a nagy közösség felől elmozdulunk a kis csoportos közösségek felé. Tehát nem csak azt éljük meg, hogy ülünk itt egymás, mert a széken is senki nem ismer senkit, hazamentünk, szevasz. Hanem hétközben találkozunk, egymás szemébe nézünk, megnyitjuk otthonainkat, ott fogadjuk a testvéreket, a vendégszeretet gyakoroljuk, ezért azon versenyünk, hogy a következő házi csoport éppen kinél legyen. Szinte összetörjük egymás az ajtónál, hogy ki következik. Ugye? És belenézünk egymás szemébe. És megéljük ezt a fajta testvéri közösséget. Tartozunk valahova. Aztán az egyirányú kommunikációból a kétirányú kommunikáció felé mozdulunk el, azaz ugye van egy igehirdetésünk, és van beszélgetésünk hétköznap. Amikor megbeszéljük a dolgokat. A szervezet alapú kapcsolódás, tehát hogy mi része vagyunk egy egyháznak, én ez és ez vagyok, én baptista vagyok, vagy pünkösdi vagyok, nem tudom, mi vagyok. Élő kapcsolatokra törekszünk. A kereszténység nekem nem azt jelenti, hogy melyik felekezethez tartozom, hanem hogy ti vagytok a testvéreim. És ismerjük egymást, és ez együtt egy közösséghez tartozunk, amit nem szégyenünk, és tök jó. De mit ér kapcsolatok nélkül? Milyen jó volt nekünk elmenni Lengyelországba, és találkozni több országból baptista testvérekkel. És autonóm gyülekezetek, autonóm közösségek, mégis valamilyen kölcsönös felelősséget hordozunk egymásért. De a kapcsolat nélkül ez semmit nem ér. Ez csak ilyen papíron létező. Viszont, hogy belenéztünk egymás szemébe, imádkoztunk egymásért, megosztottuk egymás a dolgainkat, elkezdett működni ez a kapcsolat. Tevékenység, eseményközpontú ság helyett nevelés, gondozás, táplálás szentékos, ugye ez a tanítvány nevelésnek a szemlélet módja, hogy nem eseményeket akarunk, hanem élethívőket szeretnénk látni. És az utolsó diám, a látható egyház. Jézus azt mondta nekik, hogy rájuk leelve vették a szent lelket, a feltámadása utáni eseményről beszél János, békesség nektek, adjon engem küldött az atya, engem elküldött az atya, ami megtörtént. Most azt mondja Jézus, én is elküldelek titeket. Hogy folytassátok, tegyétek, amit tőlem tanultatok. És ott van a Máté evangéliuma igéje, ti vagytok a világ világossága. Nem lehet elrejteni, nem rejthető el a hegyen épült város. Azaz a világból kihívott bennünket, Krisztus az ő népévé tett, a gyülekezet közösségébe hívott bennünket, az ő testének részévé tett bennünket, és aztán el is küld bennünket, mint tanítványait, hogy menjünk a világba, és osszuk meg az emberekkel, milyen nagy jót tett velünk az Isten. Amen.